Külön óra. Nem jegyre megy. Január vége van, ami azt jelenti, hogy egy hónapja hallgatjuk, illetve egy hónap alatt meghallgathattuk közgazdászoktól, politológusoktól, szociológusoktól, biztonságpolitikai szakértőktől, hogy milyen lesz 2024, hogy mit várhatunk ettől az évtől, mennyire lesz rettenetes, mennyire lesz veszélyes, általában ilyeneket szoktak jósolni, és természetesen meghallgathattuk, hogy 9. Károly udvari orvosa, csillagásza, asztrológusa, Nostradamus mit jósolt a 21. századra, hiszen erről is tudjuk, hogy mindig minden évben bejön. Szóval el vagyunk látva a jóslatokkal, és az emberben van egy kis igény is egyébként, hogy év elején tudja, hogy mi vár rá. Na most ezt az igényt fogjuk a mai külön óra rovatban történelmi távlatokba helyezni, mert ha igaz, amióta az ember létezik, azóta várja egy kicsit a világ végét, azóta jósol, és azóta vannak jóslatok arról, hogy ez az egész hogy is fog véget érni. Aki ma segítségünkre lesz ebben a témában, az természetesen Kopcsik István, a Történelem Tanárok Egyletének bizottmányi tagja. Szervusz, tanár úr! Szervusz, szép jó napot kívánok a hallgatóknak! Konkrétan tényleg van már az ősemberhez köthető profécia vagy világvége félelem? Hát igen, hát hogyha megnézzük az emberiséget mai tudásunk szerint, már a neandervölgyi ember óta, azaz több mint 100 000 éve foglalkoztatják az önmeghatározás alapvető kérdései, mindenütt és minden korban érvényes kérdései. Hát gondoljunk ilyenbe bele, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, miért vagyunk a világon, mi dolgunk, ha egyáltalán van, vagy mi lesz velünk a halálunk után. Ezekre a kérdésekre az emberiség különböző népei, civilizációi mindig koroktól és helyszínektől, vagy adott technikai, civilizációs fejlettségtől függő válaszokat adtak, és ez alkotja a világ mitológiai rendszerének kialakulását is, ezt eredményezi, amelyek sok ezer éves változásokon mennek keresztül, egyes elemek eltűnnek, majd új összefüggésekben előkerülnek, újjászületnek, gyakran egészen más értelmezésben, de együtt él velünk az egész emberi civilizáció. Mondjuk, jogos, hogy mondod, hiszen ha az ember tudja, hogy meg fog halni, már pedig ezt már az ősember is tudta, ha az én saját személyes sorsom, vagy annak a vége érdekel, akkor miért ne érdekelne az a nagy egész, ami körülvesz minket, hogy az honnan jön és hova megy. Tehát érthető emberi törekvés. Itt az emberiség története, tehát van személyes, kisközösségi, nagyközösség, akár birodalmi armageddonokkal, illetve világvégékkel, apokalipszisokkal, ez az egésznek a lényege, hogy erről szólnak az írásbeliség előtti korok legendái, meséi, ezek még akkor szájról szájra terjedtek, és változtak nemzedékenként, vagy az írásbeliség után ezek lesznek a különböző vallások hívei által, szintén évszázadok, esetenként évezredek alatt kialakított, átalakított, általuk szentnek tartott könyvek, Biblia, Korán, Védák, stb. Vagy ilyenek a nagy eposzok, a Ramayana, Mahabharata, Edda, Kalevala lehetne sorolni. Az említett emberi örök kérdések és problémák mögött mindig az ember természeti és embertől való kiszolgáltatottsága, függősége áll. Ezekre keresnek magyarázatokat, megoldásokat. Ha megnézzük, akkor legösszefüggőbb az úgynevezett világvallásoknál, illetve azok különböző irányzatainál, vagy az ezekre épülő, vagy velük szemben álló filozófiai irányzatoknál vannak. Akkor ott találkozunk ezekkel a problémákkal konkrétan az adott kornak megfelelően. De a mai embert, a tudományok, ugyanígy tudományokat, ugyanígy foglalkoztatják ezek a kérdések, hiszen a válaszokat még nem kaptunk ezekre. Maga a világvége, apokalipszis kérdések tényleg kiemelt szerepet kapnak az úgynevezett nyugati típusú vagy hasonló forrásokra épülő világvallásoknál, illetve rájuk épülő filozófiai világképeknél. Minden világvallás Ázsiában keletkezett és innen terjedt el világméretekbe, különleges természeti feltételek között keletkeznek ezek, amik mutatják az ember arányait, viszonyait az adott természeti környezethez képest, és a képet, amit alkot a világról. Ám ezek között két lényeges különböző irányzat alakult ki. Az egyik szerint ezek az úgynevezett isteni kinyilatkoztatás teremtése alapuló rendszerei, hát ilyen például a zsidóit, ezt nem a népessége miatt veszük világvallásnak, hanem a hatásai miatt. Ezek szerint a világot egy mindenható istenség teremtette a semmiből, így annak kezdete is van, és vége is lesz. E felfogás szerint egyébként, ha belegondolunk, az emberi történelem egy véges folyamat, van kezdete és vége, és ez a végítélet, vagy másképpen apokalipszist, amit ugye katasztrofális események előznek meg, és annak során jön létre. Ilyen a zsidó vallás, kereszténység, iszlám hitvilág.
A másik szerint a világ öröktől fogva létezik, nem teremtette senki, nincs kezdete, nincs vége, hanem egy örök természeti körforgás, folyamatos változások rendszere, amelyek az emberi társadalomnak, amelyekhez az emberi társadalomnak is alkalmazkodnia kell. Ezen belül pedig léteznek különböző ciklikusság, majd fogunk vele később foglalkozni. Az istenek, ha vannak, csak a világ körforgását irányítják, de nem szólhatnak bele az ember sorsának alakításába, ez nagyon fontos. Ez attól függ, hogy az ember, emberi közösség hogyan tud azonosulni az egyetemes törvényekkel. Tehát ilyen például a hinduizmus, buddhizmus, vagy a kínai univerzumus két fő ismert változata, ugye a taoizmus, konfucianizmus. Természetesen egyébként mindegyik nagy rendszernek megvannak a történeti előzményei, és a civilizáció találkozásai miatt ezek ne nagyon sok az áthallás, hasonló elem. A mai világ emberébe pedig különösen a média világ technikai és társadalmi fejlődése tömeghatása miatt, nem beszélve a tudományok eredményéről, egy hihetetlen keveredés alakult ki a régi ősi felfogás elképzelések és a modern tudományos eredményeknek a egyeztetése. Hiszen ha belegondolunk az alapkérdésekre, amit az elején elmondtunk, gyakorlatilag most sem született kielégítő válasz, vagy elfogadható egyértelmű válasz. Ha megnézzük ennek az előzményeit, az őskorban, ókorban, majd ezzel később részletesebb is foglalkozunk, hát mindenütt vannak általános történetek, lásd vízözön, aszály problémák. Vagy nézzük azt, hogy a természeti feltételeket, földrengések, vulkánkitörések hogyan hatottak az emberekre. Mi alapkérdés, hogy miből származunk? Növényi eredetünk van, állati, istenekből születtünk. A túlvilágra költözött emberek közöttünk vannak? A szellemek, lelkek itt vannak, mint a természeti népeknél, ebben a világban? Vagy újjá születnek ebben a világban, vagy egy másik világban? Emberibb lesz az a világ? Egy csomó olyan kérdés vetődik föl, hogy hihetetlen. Egyébként, bocsánat, most, hogy mondod ezt az emberibbet, a megbeszélésünk értelmében a következő adásban jövő héten egy-egy jóslatot is meg fogunk külön vizsgálni, de nekem mindig az az érzésem, hogy amikor jóslatokról vagy az adott évről beszélünk, akkor mindig pusztulás van, rettenet, a végítélet is valami pokoli dolog lesz. Ismersz te olyan jóslatot, vagy volt valaha az emberiség történetében olyan végítélet jóslat, ami igazából pozitív volt, és nem negatív? Hát pokoli végítélet van, de mindegyiknél pozitív megoldás van, mert vagy a mennyország, vagy a boldogság állapota, tehát visszatér ez az emberiség alapvető vágya, hogy térjen vissza a régi múltba levő aranykor. A békesség, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság, az igazi emberi világ, az az emberi világ, aminek a jelen emberi valóságunkban nincsenek meg a feltételei, és nem tapasztaljuk legfeljebb részelemenként. És ami félek, hogy a múltban is csak egy álmodott és egy vágyott valóság volt, és sosem volt igazán valóság. Igen, és mindig a katasztrófák után, minden esetben véres katasztrófák után pozitív a végkifejlet. Hát pontosan ez a lényege ezeknek az ideológiáknak, elméleteknek, eszmerendszereknek, hogy megoldást kell adni azoknak az embereknek, akik most élnek ebbe a világba, és valamilyen módon értelmet kell nyerni ebbe. Ha ebbe nem is, akkor egy következőbe. Ha emberi segítséggel nem is megy, akkor isteni segítséggel. Hát de gondoljunk arra, hogy nincs olyan ember, aki nem szeretne jobban vagy nagyobb biztonságban élni a Földön. De ha már itt nem, akkor legalább valami másik világban. És hogyha ebbe belegondolunk, a mai globális világban már mindenki függ mindenkitől. Tehát ezt is erősíteni kell, mindenki függ mindenkitől, és az az emberi lény, aki társadalmat tudott képezni, önálló civilizációkat hozott létre, mint természeti, biológiai lény, most legnagyobb ellenfeleként nem csak saját magával, közösségeivel néz szembe, hanem azzal a természettel is, amiből származott, amiben él, és amiben élnie kell. Ez számtalan egyéni és közösségi tudathasadást hozhat. A vészhelyzetekben számtalan messiás várást, hiszen a messiás várás ugyanúgy általános, mint az apokalipszis várása. És ezek nem véletlen majd látni fogjuk, történeti korszakokban az adott korszaknak megfelelően változnak.
Hát Jézus korában még mindenki, ha megnézzük a jézusi evangéliumokat, azok mindenki még az adott korban várta a római uralom alól a megszűnést, a fölszabadulást, Isten országának eljövetelét, aztán, hogy nem jött el, ez bővült. De ezek jelennek meg a nagy filozófiai rendszerekben, nagy vallási rendszerekben, hogy időnként a nagy problémáknál, majd ezt látni fogjuk, a nagy problémáknál milyen válasz születik? Vége van a világnak? Közhetjük évfordulókhoz? Vannak mágikus számok? Vannak mágikus személyek? A gonosz mindenképpen eljön. A gonosz itt van a világban, a jó is itt van a világban, de hát mit tapasztalnak az emberi tömegek? Hogy a gonoszság erősebb, mint a jóság. Hát akkor az új világ csak az lehet, egy szörnyű vég után, hogy a jóság, az öröm újra a mennyország az aranykor köszönt be hozzánk. Vallási és világi proféciákról, jóslatokról, antik és modern világvége várásról, várásokról beszélgettünk, és folytatjuk jövő héten is, akkor megpróbálunk egy-egy proféciát tüzetesen is megnézni és elemezni, hogy mit is várt az adott kornak az embere. Kopcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egylete Biszottmányi tagjával beszélgettem. Köszönjük szépen neked! Nagyon szívesen, viszont hallásra!